Idén már a nyár elején meghirdették a pályázatot azért, hogy legyen idő ellenőrizni, valóban tűzifával fűtenek-e a jelentkezők. A szociális tűzifaosztás célja, hogy a pályázó rászorulók azt a saját igényeikre fordítsák. Amíg tavaly 350-en, idén 400-an kaphatnak ingyen fát. A megemelkedett szállítási költségek miatt 4 millió forinttal többet, összesen 17 milliót költ erre az önkormányzat. Június hónapban lezárult az első körös pályázat, és az igénylők közül 348 háztartásnak már tudunk biztosítani tűzifát. Erről szóló tájékoztatást, értesítést már ki is küldtük a háztartásoknak. De mivel a költségvetés 400 főre, 400 háztartásra biztosít előirányzatot, ezért most újra meghirdettük a tűzifát. Természetesen olyan háztartásoknak akarjuk ezt adni, akik az első körben nem pályáztak, vagy valami oknál fogva nem feleltek meg a jogosultsági feltételeknek akkor. A feltétel az, hogy a jelentkező kapjon valamilyen szociális támogatást az önkormányzattól. Sokan jogosultak lennének valamilyen juttatásra, valamiért mégsem igényelték azt. De ha ezt pótolják, akár szociális tűzifát is kaphatnak, ha pályáznak a második körben, tette hozzá az irodavezető. Tápén és Petőfi telepen tavaly mintegy 70 család jelentkezett. A rászorultak több mint fele kapott is fűtésre valót. Valószínűleg, ugye, hogy aki tavaly is rászorult és valóban tűzifával fűtött, az idén is beadja a jelentkezését, hiszen ez nagyon nagy segítség a családoknak. És ugye most ebben az évben hamarabb is meg fogják kapni, reméljük, mivel ugye hamarabb is indult a pályázat. A pályázati űrlapot augusztus 25-ig kell kitöltve eljuttatni az önkormányzat illetékes irodájához, és mivel szeptember elején megtörténik az elbírálás, a hónap közepétől megkezdik a tűzifa kiszállítását. Azt ígérik, október végére mind a 400 háztartásban ott lesz a tüzelőanyag.